Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, ám nagyon sok hagyomány és népszokás is kapcsolódik ehhez az ünnepkörhöz, ami talán korábban is jelen voltak, mint maga a kereszténység. Ilyen például a tojásfestés és a locsolkodás is, ám a régmúlt kalocsáján több hagyomány is élt ezeken a napokon. Fölállítják Jézus Krisztus sírját, amit a 20. században például a Leventék őriznek. Tehát nagypéntöktől egészen a föltámadásig őrzik Jézus Krisztus sírját, fölváltva éjszaka is őrizték ezeket a sírokat, és ilyenkor volt a Jézuska csókolás is, amikor meglátogatják Jézusnak a sírját, és a sír elé helyezett köröztön megfeszített Jézust csóka illették a kalocsaiak, és ekkor például a pénzt nem a pörsőjébe dobták be, hanem egy külön szalvétával terítő tányérba helyezték el. Ilyen szokás volt még a határkerülés is, amikor énekszóval megkerülték a határt, ami szintén a kereszténység előtti időkben nyúlik vissza. Ezzel a rosszat akarták bekeríteni és távol tartani a terménytől. Ezt a rítust tiltotta is az egyház, viszont barka szentelést is tartottak. Barkát is tüzet szentőnek ugyanebben az időszakban, tehát nagy hétnek a miséjein. A barkát, a szentőt barkát, azt vagy a padlástérbe szúrják be, vagy a házajának a gerindázatába szúrják be, amit egy évig ott tartanak, hiszen ez a húsvétkor szentőt bark, ez villámcsapás ellen véd, vagy a barká bimbójának, virágjának a lényelés a torokfájás ellen véd. Az ételekhez is fűződtek szokások. A sonka csontját ezekben a napokban gyümölcsfákra akasztották, hogy ezzel tartsák távol a kártevőket. Húsvét mozgó ünnep, ám hosszúságában is többször változott. A kezdeti időkben 4 napos a húsvétnak az ünnepe. A 12. században csökkentik meg 3 naposra, a 18. században 2 naposra, és a 20. század elején 11-ben a pápa 1 naposra csökkente a húsvétnak az ünnepét, de Magyarországon mindig az utána is a 2 napos húsvétot tartották, tehát a húsvét vasárnap és a húsvét hétfő is az ünnephöz tartozott. Ebben az évben már a nagypéntek is munkaszüneti nap, így idén ismét 4 napig ünnepelhetünk, amire nagyon ritka a példa, csak a dél-amerikai országokban szokás a 4 napos húsvét, ahol nagyon vallásos a lakosság.